Ez nehéz lesz. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. A mai videóban egy régebbi témát szeretnék elővenni, kicsit párhuzamot vonva a mostani karanténos vírus helyzettel. A videóban majd kiderül, hogy miért sóhajtok ekkorákat. Ez nekem nagyon nehéz lesz. Hoztam egy kis zsepit is, biztonság kedvéért. Az egész történet ott kezdődik, hogy most lőjem le a poént? Nem. Aki ismer, az tudhatja, hogy én nagyon sokat szoktam írni, legalábbis amikor időm van. Verseket, novellákat. Hát igazából én inkább csak eszmefuttatásoknak hívom, hiszen valamit nem is igazi novellahoz, hanem csak úgy egy írás. Nagyon szeretek például feljártatokra, kiemelt témára egy eszmefuttatást kicsikarni magamból. Általában őszintén is szívhez szólóan szeretek írni, ami tényleg megfogja az embert, ha elolvassa, nem csak úgy egy hír, amit elolvasol, és így, aha, jó. Szóval, amivel matatok, az lesz most a főszereplőnk. Amiről szó lesz, az 2017. február körül íródott, amikor is kiírtak egy Szent Lászlós pályázatot a keresztény ifjúsági találkozó, tehát KIT országos versenyen, minden egyházi iskolából jelentkezhettek a tanulók. Én is egyházi iskolába jártam, tehát nekem is adva volt a lehetőség, hogy ha esetleg össze tudok hozni rá valamit, akkor jelentkezzek erre. Ezzel, amit a kezemben tartok, második helyzet lettem országos irodalmi szinten, ami egy hatalmas visszajelzés volt számomra. Aztán következő évben ugyanúgy egy országos versenyre, felnőtt oktatási intézmény írt ki egy országos szintű pályázatot, és ezzel pedig első lettem, tehát az nagyobb visszajelzés volt nekem. Amikor az előzővel, ugye második lettem, ki akartam tenni először is azt, hogy úristen, kaptam egy oklevelet, és második lettem egy országos versenyen, de amikor kiraktam, és jöttek a visszajelzések, hogy gratulálok, de ügyes vagy minden, akkor tudatosult bennem igazán, hogy valószínűleg meg fogják kérdezni, hogy mivel lettem második. És erre még nem voltam kész. Tehát körülbelül 3 napig gondolkodtunk édesanyámmal arról, hogy megnyomjam-e azt az entert, tehát hogy kirakjam-e. Tehát aki úgy ismer közelebbről, tehát szűk család és legjobb barátok, ők tudják az életemet, a múltamat, az életem apró bökkenőit, részeit, igazából mindent tudnak rólam. És akik úgy messzebbi, távolabbi ismerősök, van kb. 1000-valahány száz ismerősöm, például ugye Facebookon, és nem tudtam, hogy kész vagyok-e arra, hogy egy ilyen több száz ember tudja onnantól, hogy igen, ez vagyok én. Közben pedig ott volt az, hogy igen, ezt írtam, ezt egy bizottság eldöntötte, hogy ez jó, és tényleg tartalmas. Végül azt döntöttük, hogy igenis kiraktam, elképesztően jól estek a visszajelzések, és most ott tartok, hogy egy még nagyobb lépés előtt állok, hogy megosztam ezt veletek az egész internettel. Tehát értitek, az egész YouTube, az egész internetes platform. Szóval ez lelkileg egy még nagyobb lépés. Nem is szaporítom inkább tovább a szót, szóval térjünk a tárgyra. Szent László elveinek napjainkban való megvalósíthatósága. A kórház, mint a gyógyítás füveske. Sokan ismerik és szeretik Szent Lászlót, az Árpád-házi lovak királyt, a bátor, férfias, vallásos és jámbor lelket, aki a népmondák legnépszerűbb alakja. Első László, akit ma már csak Szent Lászlónak emlegetünk 1192-ben való szentiavatása után, hiába csak pár évig uralkodott, mégis számos témában felmerül a neve,
és így fennmarad emlékezete. Nem csak mondák szólnak ám róla, hanem többek között néhány magyarországi település is viseli a nevét. Ezen kívül általános iskolák, középiskolák, templomok és egyéb intézmények is ennek a szentnek a nevét választották. Szent László Erdély a magyar katonák és polgárőrök védőszentjeként is ismert. Ha pedig a szentséges védelmezésnél tartunk, hadd említsem meg az egyik legismertebb, nevét viselő intézményt, fővárosunk egyik neves gyógyító központját, a Szent László Kórházat. Ehhez az intézményhez több személyes tapasztalatom fűződik. Egészen pici korom óta nagyon sokat betegeskedtem, jó pár alkalommal feküdtem szülővárosom, Nyíregyháza klinikáján. Amint a későbbiekben kiderült, egy rendkívül ritka betegséggel születtem, Magyarországon egyedüli, amely túlnyomó részt gyógyíthatatlan. De az évek során az orvostudomány fejlődésével és a Szent László Kórház őssejt transzplantációs osztályának főorvosának köszönhetően kaptam egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Miszerint ha születik egy testvérem, és egyezünk, talán meggyógyulhatok. Az ajánlat végül 2008 tavaszán vált teljes értékű lehetőségé, amikor is világra jött az én drága kisöcsém. A születését sok fohász és imádság előzte meg, Istenhez és Szent László az egyaránt. Imáink meghallgattattak, majd hogy nem teljes volt az egyezés az öcsém is köztem. Akkoriban még csak 9 esztendős voltam, így hát a nővéreket tündérként, az orvosokat varázslókként, a kórházat pedig összefoglaló módon Szent László tündérségként emlegettem. Hiszen így sokkal a könnyebb volt elfogadni és túlélni a gyógyuláshoz vezető utat. A saját kis elképzelt világomban a klinika növényzetét gyógyfüvekkel és gyógynövényekkel azonosítottam. Így lett a kórház tündérvilágom gyógyító füves kertje. Elképesztően sokat köszönhetek a klinika orvosainak, nővéreinek és minden ott dolgozónak, akik mind Szent László nevéhez méltóan végezték és végzik munkájukat a mai napig. Sokaknak nem adatott meg ilyen mértékű gyógyulás, sajnálatosan többen is hamarabb léptek át azon a bizonyos kapun, amely a mi mennyei atyánkhoz vezet. Fölöttébb szerencsésnek mondhatom magam, hogy kaptam Istentől és az élettől egy új lehetőséget. Azóta is számon tartom és ünneplem újjászületésem napját, egy júliusi nap lett a második születésnapom, hisz ekkor kaptam új esélyt az életre. Mai napig felmerül bennem az a bizonyos kérdés, ha véletlenül valamelyes rosszat cselekszem, megérdemlem-e, hogy itt legyek? És ha környezetem és lelkem is megerősíti, hogy igenis érdemes vagyok rá, szóval, mai napig felmerül bennem az a bizonyos kérdés, ha valamelyes rosszat cselekszem, megérdemlem, hogy itt legyek? És a környezetem és lelkem is megerősíti, hogy igenis érdemes vagyok rá. Lelki ismeretem nyugalomra lel, és kitartóan várja, hogy a következő helyzetben ismét akcióba rendüljön. Egy sámán egyszer azt mondta ifjú tanítványának, hogy 2 farkas lakozik bennünk. A jó és a rossz. A gyermek erre megkérdezte, melyik az erősebb. Erre a sámon a lehető legbölcsebb és legtitokzatosabb választatta. Azt, amelyiket etetett, fiam. Végezetül egy 12. század végén íródott himnusszal szeretném zárni soraimat. Szent László himnusz. Részlet. Áve, égi király híve. Királyoknak gyöngye, éke. László, mennynek sorsosa, ég királyát kikövetted, országunkat védelmezzed. Légy hazádnak. Azért is szerettem volna felolvasni és megosztani, mert ebből is kiderül, hogy ha ránézel valakire,
nem biztos, hogy látod mögötte az éveket. Nem biztos, hogy látod az akadályait, a nehézségeit. Ezért nem szabad ítélkeznünk. Hiszen senkiről nem tudod megmondani, hogy éppen tegnap halt meg valaki-e, vagy bántalmazzák otthon, vagy depressziós, és senkiről nem tudod megállapítani egyetlen egy benyomás alapján, hogy milyen a személyisége. Ezt kérlek, jól jegyezzétek meg. Az egésznek a lényege, amit most felolvastam, elmondtam nektek, az, hogy én transzplantált vagyok. Ez azt jelenti, hogy extra sok készültség és előmunka, utómunka, minden előzte és követte ezt, hogy én meggyógyulhassak és itt lehessek. Többek között az is, hogy átlagban egy olyan 6 hetet kell töltenünk a transzplantált személyeknek egy 3-szor 2 méteres szobában. Ezt most azért nyomatékosítom ennyire, mert egy 3-szor 2-es szoba, hogy láttok itt mellettem. Tehát az egy fürdőszoba körülbelül. És szerintem átlagban a fürdőszobák még nagyobbak is, mint az. Tehát 6 hetet kell ott eltöltenünk minimum. Én nem 6 hetet, 3 hónapot töltöttem el abba a kis kalitkába. Úgy, hogy nekem belső boxom volt, tehát se napfényt nem láttam, se felhőket, semmit. Bent volt velem édesanyám, édesapám felváltva, és ennyi. Nem láttam az éppen cseperedő testvéremet, nem láttam szinte igazából senkit, max oda jött az ablakhoz, és így hello! Tehát nehéz időszak volt, amiről majd valószínűleg későbbiekben majd beszélek. De most nem ez a lényeg. Nem én vagyok a lényeg, hanem az, hogy a mai világban, a jelenlegi országszintű, világszintű, Európa, minden földszintű helyzetben, ebben a járványhelyzetben, amikor kertesházban élők azt ecsetelik, hogy mennyire, de mennyire nehéz bezárva lenni. Költöz be 24 órára. Csak 24 órára. Egy 3x2-es lyukba. Például a fürdőszobában. Aludj a fürdőkádban. Tényleg, tök mindegy. Élj ott. És utána mondd, légy szíves nekem, hogy mennyire nehéz ez a bezártság. De tényleg. Nem szeretnék fellengzősködni, nem szeretnék okoskodni. Tényleg, tehát távol álljon tőlem. De az, amikor körülbelül abból áll a Facebook, az internet, az összes platform, hogy mennyire nehéz, és hogy ez a bezártság mennyire tönkreteszi az embert is, hogy mennyire bedepizik az ember. Én ezt értem. Sőt, én nem attól félek, hogy válások lesznek, vagy több gyerek lesz, hanem attól, hogy hány depressziós és hány angyilkos lesz, aki tényleg be van zárva, és neki tényleg ennyire lelki hatása van. Hanem engem az zavar, hogy amikor körülbelül 100 négyzetméteres ház, udvar, kert, tök mindegy egybe rendelkező család, ember azt mondja, hogy ő freszkab a karanténtól, neki ki kell mennie, ő majd megy az utcára, ide-oda safrangol, boltokba jár, shoppingol, tötör, semmi. Ez semmi. Nem indok arra, hogy kimenjünk az utcára. Nem indok arra. Ha fontos dolgod van, gyógyszertár, bolt, menjél, tényleg, meg ha dolgozni. De nem a shoppingoljunk, tényleg. Ha már ott vagy, mit tudom én, megvenni egy gyógyszert, és tényleg mellette van egy ruhabolt, felőlem tényleg menj be, ha nyitva van, egy 5 percre. De ne csináljuk ezt folyton. Akinek a legkisebb mini garzonja, albérlete ilyen 30, akárhány négyzetméteres van, még az is több, mint egy 3x2-es kis lyuk, könyörgöm.
ott is el lehet lenni, max lemész egyszer, mert már tényleg nem bírod. Kimész az erkélyre, kimész igazából akárhova, egy percre, kettőre. Mert nem ér annyit. Az egészséged, az ország egészsége nem ér annyit, hogy te egy fél órával tovább lebzselj kint. Nem éri meg. Megérni, ha elkapsz valamit? Átadod szüleidnek, nagyszüleidnek, stb. Vagy például egy olyan embernek, mint nekem. A transzplantáltaknak az immunrendszere rendkívül sérülékeny. Tehát nálunk, ha egy raklapnyi C-vitamint szedek, és D-vitamint, kalciumot, magnéziumot, mindent egyszerre, akkor is a maximum 90%. Tehát nálunk a 100% az 90. Tehát ilyen szempontból én is veszélyeztetett vagyok, és nem azért fogok nyafizni, hogy én most nem mehetek bulizni, nem mehetek barátaimhoz, nem. Itthon vagyok, körülbelül a kapun nem mehetek ki, már abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kertes házunk van, tehát ki tudok menni a kertbe, és tényleg ott tudom tölteni a napomat, ha éppen nem kell tanulnom. Tehát kérlek, ne legyetek önzőek. Vigyázzunk a veszélyeztetettekre. Mindenkire, tényleg. A gyengébb immunrendszerűekre, a nagyszülőkre, az idősebb, mindenkire kérlek. Ha nem is nagyszülő és nincsenek unokái, akkor is megérdemli még azt a tizenvalahány évet, könyörgöm, minimum. Nem kell, hogy ez rossz irányba elmenjen. Nem sokára tetőzik ez az egész, nem sokára elmúlik. Azt kérem, hogy ezt még bírjuk ki. Tényleg. És minden rendben jön. Én végtelenül pozitív vagyok, és végtelenül optimista, és tényleg azt érzem, hogy ebből tényleg jó dolog fog kisülni. Azt én értem, hogy egy csomó reményveszetten ülnek ott, hogy úristen, mi lesz a munkával, mi lesz a jövőjükkel. Jelenleg az én jövőm is itt lóg valahol a levegőben. Mindenki jövője szó szerint lóg a levegőben. Várjuk a csodát, várjuk a bejelentéseket, az operatív törzs nyilatkozatait, mindenki csak vár a csodára. Nekem az is csoda, hogy élek, hogy itt vagyok. Szóval kérlek szépen téged, aki most nézed, igazából mindenkit, hogy nyugodjunk meg, és tegyük hasznossá magunkat otthon. Tegyük tartalmassá az otthonlétet. Ne úgy fogjuk fel, hogy ez most egy hatalmas karantén, ez most egy büntetés, hogy nekünk itthon kell lenni. Fogd fel úgy, mint amikor világháborúk voltak. És le kellett menni a pincébe. Hogy nevezték azt? Óvóhely. Te most egy óvóhelyen vagy. Ezt kérlek, ne felejtsd el. Óvnak bennünket ezzel, hogy otthon maradhatunk. És itthon lehetsz a szeretteiddel, a családoddal. Ha pedig egyedül vagy, vagy a pároddal, videócsetelj, vagy bármit. Tartsd fent a kapcsolatokat, és dolgozz magadon. Én például borzasztóan jó barátságba lettem saját magammal a karantén alatt. Remélem ez mindenkinek hasznos volt, nem csak nekem, hogy megosztottam egy ilyen kaliberű dolgot magamról, és elmondtam a nézeteimet. Hát így a videó végére szeretném levonni a konklúziót arról, hogy borzasztóan büszke vagyok magamra, hogy ezt így felvállaltam, a nézeteimet és a múltamat. És remélem, hogy sikerült egy kis tanácsot, vagy igazából más meglátást megmutatnom nektek. És reménykedem abban, hogy talán egy kicsit könnyebb lesz elfogadni azt, hogy otthon kell lennünk. Maradj otthon, ott biztonságban.